Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Balzakon! Én Ármin vagyok, és most június 9-én életem első és második választására is készülök. Ha te is így vagy ezzel, vagy csak elkezdsz a közéleti témákban is érdeklődni, de nem teljesen érted, hogy miről szólnak ezek a választások, akkor a legjobb helyen jársz, mert ezzel a videóval ebben próbálok egy kicsit segíteni június 9-én most először két választás összevonásra kerül. Az egyik az önkormányzati, a másik az Európa Parlamenti. Most utóbbiban fogok némi eligazítást tartani. Magyarország 2004 óta tagja az Európai Uniónak, idén pont 20 éve. Itt mi az Európai Unió parlamentjében kapunk lehetőséget érdekérvényesítésre. Hogy mit csinál az Európai Parlament? Az EP szimbiózisban működik az EU bizottsággal. Az EU bizottság által felterjesztett rendelet vagy irányelvjavaslatokat bírálja el, és ezek ránk is kihatással vannak, mint tagállamra. Továbbá felügyeli az Európai Unió költségvetéseit. Ez különösen fontos ránk nézve, hiszen az EU megannyi hatalmas összeggel támogatja hazánk különböző beruházásait. Ezek azok a bizonyos EU-s pénzek, amikről megannyi kontextusban hallhattatok már. Mi mindenre költöttünk még, amiben az EU segített nekünk? A Magyarországnak jár uniós pénzekkel kapcsolatban. A építési alapok felhasználásáról tárgyalt Brüsszelben Orbán Viktor. Az Európai Parlament központja nem Brüsszelben van, ahogy a sokan gondolják. Ott ugyanis az EU bizottság ülésezik, az EP parlament pedig Strasbourgban. Az EP-ben 27 tagállam 705 képviselőt választ demokratikus úton 5 évente. Ez következik most Európa szerte júniusban, tehát itthon is. Na, szóval miért fontos ez az egész? Az Európai Parlament foglalkozik a környezetvédelemmel, a migrációval, a biztonsággal, a szociálpolitikával, a fogyasztói jogokkal, a gazdasággal, a jogállamisággal és még sok más fontos témával. Emellett itt mutatkozik meg országunk álláspontja az egész kontinens előtt. Itt tudunk globális témákban is szót emelni. Magyarországon ez a következőképpen működik. Összesen 21 képviselőt küldhetünk az EU parlamentbe. Az egyes pártok által megválasztott képviselők száma a párt által megszerzett szavazatok arányától függ. Egy párt akkor küldheti az első képviselőjét Strasbourgba, ha megszerzi az 5%-os szavazatarány. Tehát itt egyénileg nem, csak bejegyzett pártakként lehet indulni. Magyarország zárt listás szavazást tart, magyarul minden párt felállít egy listát azokkal a nevekkel, akiket az Európai Parlamentbe küldenének képviselőjelöltként. Itt a listán szereplők sorrendje nagyon fontos. Ugyanis a párt nyilván a szavazatok arányától függően küldhet jelölteket, szóval aki a listán előrébb van, annak sokkal több esélye van a bejutásra. Aki a lista első helyén áll, az a lista vezető. Szóval, hogyha a pártok csak egyetlen egy valakit küldhetnek az Európai Unió parlamentjébe, akkor ő lesz az. A nagyobb pártok gyakran megcsinálják azt, hogy a legnépszerűbb politikusaikat írják az első helyre húzó névként, és hogyha ez az adott politikus egyáltalán nem szeretne az Európai Unió parlamentjébe képviselőként menni, akkor egyszerűen lemond a tisztségéről és a lista második helyéről a jelölt érkezik a helyére. A Tisza pártból Magyar Péter pontosan ezt csinálja idén. A jelenlegi magyar pártfelállás Strasbourgban a következőképpen néz ki. 4 DK-s, 2 Momentumos, 1 mszp és ugyancsak 1 Jobbikos, illetve 11 Fideszes képviselő. Idén valószínűleg a váratlan felbukkant Tisza párt indulása, illetve a kormánypárt és az ellenzéki pártok csökkenő népszerűsége egyaránt nagy eséllyel változtathat ezen a felálláson. Ha elmentek szavazni, nagyon fontos, hogy vigyétek a személyiteket és a lakcímkártyátokat. Online pedig egyáltalán nem tudtok szavazni, csakis a lakókörzetek erre kijelölt pontján. Ha tetszik a munkásságunk és támogatnád, akkor ezt a videót a köszönöm gombbal tudod, az egész csatornánkat pedig a csatornak csatlakozással, csatona tagsággal. Támogasd a generációnk hangját. Támogasd a balzakot. Figyelj, figyelj, hallgass meg. Ez az Ez, be. Ez volt,